az MSZP válaszmánya ma egyhangulag elfogadta a Magyar Szocialista Párt és az Együtt PM között kötött választási együttműködést, aminek ugye a lényege, hogy közösen szövetségben indulunk a 2014-es parlamenti választásokon. Az együttműködésnek a legfontosabb feltételei és pontjai mindenki számára ismertek. Abból indultunk ki, hogy az új választási rendszerben a 106 egyéni választókörzetben kell megnyerni a választást. Tehát a cél az volt, hogy a kormányváltást akaró választói többség mind a 106 egyéni választókörzetben megtalálja azt az egy demokratikus ellenzéki jelöltet, akinek reális esélye van arra, hogy a kormányváltáshoz hozzájárulva megnyeri a választást. 75 körzetben a Magyar Szocialista Párt tesz javaslatot, 31 körzetben pedig az Együtt Szövetség. A válaszmányi ülésen a vitában hozzászólók mind elmondták, hogy ezt a felelősséget várták a Magyar Szocialista Pártól, és azt, hogy megértettük, hogy a választói elvárás az annak a megteremtése a legerősebb, legnagyobb támogatottságú demokratikus pártól, hogy ez a kormányváltás létre tudjon jönni. A választmány megkezdte a szocialista párton belül az alapszabálynak megfelelő jelöltállítási folyamatot, vagyis elfogadtuk az országgyűlési képviselő, az Európa Parlamenti képviselő jelöltek és az önkormányzati képviselő jelöltek kiválasztására vonatkozó szabályokat. Ez azt jelenti, hogy a párt alapszabályának megfelelően ezzel a döntéssel megkezdődött a választási időszak, és a helyi szervezetek demokratikus úton a következő hetekben hivatalosan is megválasztják a szocialista pártnak a képviselőjelöltjeit. Az a célunk, ugyanúgy, mint az korábbi időszakban, hogy olyan a helyi közéletben, helyi közösségekben, a településekben, jobb beágyazódott helyi kapcsolatrendszerrel, ismertséggel rendelkező jelölteket tudjunk állítani, akik nem egy politikai pártot képviselnek elsősorban helyben, hanem képesek arra, hogy a helyben megjelenő értékeket, érdekeket, fejlesztési elképzeléseket, kitörési javaslatokat is meg tudják jeleníteni az országos politikában. Menetrendről is döntöttünk október 19-én lesz a Magyar Szocialista Párt kongresszusa, ami véglegesen ugye szentesítés lezárja a választási felkészülés, és onnantól kezdve ráfordulhatunk a valódi feladatra és célra, a választási kampányra is arra, hogy az alternatívát be tudjuk mutatni az Orbán kormányjal szemben. Ezt megelőzi október 12-én az a választmányülés, amikor a választmány az elnökség javaslatára megtárgyalja az országos lista és az Európa Parlamenti listára tett a legutóbb elnökségülésen nem a válaszmánynak volt ez a témaköre, de az elnökségnek volt feladata, értékeltük, tudatosan fogalmazok így, mind a 106 választók keretben a felelősünknek a munkáját, ebből semmilyen következtetés ne vonjanak le, csak azokat is értékeltük természetesen, akik aztán abba a csoportba kerültek, akiket átadtunk az együtt 2014-nek, és természetesen a 75 jelöltön belül pedig a szocialista párt megadta az elnöksége megadta az egyetértési jogot 70 helyen, azt hiszem 71 helyen. Azért egy kicsivel kevesebb, mint 75, mert van néhány körzet, ahol változni fog a jelöltnek a személye. Ezek Marcali, Csorna, Nagykáta és Mohács, ez a négy kerület van, ahol más jelöltet fogunk indítani nagy valószínűséggel, mint aki eddig vitte. Ezzel jogilag a szocialista párt elnöksége elindította a jelöltájtást, hogy erre Laci is utalt. Ehhez még kellett a mai döntés, hogy a jelöltállítás szempontrendszerét és az egyéb dolgokat is elintézzük. Ezt nagyon szépen köszönöm a választmánynak, hogy ellenszavazott nélkül támogatta. Nagyon fontos is ez ma a vitában, nem is vitában, inkább azt gondolom, hogy inkább egy, egy jövőre készülő konstruktív beszélgetés volt, hiszen kritikai észrevételek nem hangzottak el, sokkal inkább olyan ötletek és javaslatok, amelyek a választási felkészülést segítik. Ezek között elhangzott az, hogy ma kizárólag a Magyar Szocialista Pártnak van olyan programja, amit természetesen egyeztettünk Bajnai Gordonékkal, tehát ez egyfajta szövetségi politika is, amely alkalmas arra, hogy annak a 4 millió embernek, akik ma mély szegénységben élnek, valamilyen megoldást adjunk, mint ahogy az 500 ezer éhező gyereknek, vagy azoknak a több százezer Londonba és külföldre menekült magyar fiatalnak, hogy vissza tudjanak jönni. A mi programunk választad az ő gondjaikra, hiszen nekünk egy olyan programunk van, amely segítséget ad ezekre az egzisztenciális problémákra, és látjuk, hogy a Fidesz kizárólag a gazdagok érdekét képviseli. Nem véletlenül úgy fogalmaztam többször, hogy a Fidesz a gazdagok kormánya, csak a kiváltságos kevesekkel törődik, a többség érdekével pedig nem. Mi viszont egy olyan kormányt szeretnénk alakítani, amelyik mindenkit képvisel, de leginkább öt társadalmi csoportot ezek a fiatalok, a nők, a munkavállalók, a kis- és középvállalkozók és a nyugdíjasok, ami programunk kiemelten ezekre a társadalmi csoportokra fókuszál, és a kampányban is ezek az ígéretek fogják dominálni a Szocialista Pártnak a választási kampányát.